5 éves koromban hallottam először a mumusról. A szüleim szerint csak egy kísértett história. Ha nem leszel jó gyerek, és nem eszed meg a vacsorát, a mumus eljön érted. Így visszagondolva valószínűleg ez az egyik legijesztőbb dolog, amit egy 5 évesnek lehet mondani. Egy furcsa ember elrabol a barátaitól, a családottól és mindenkitől csak azért, mert nem voltál jó. A szülők néha kegyetlenek, de most, ha így belegondolok, működött. Mit is mondhatnék? Biztos tudták, hogy mit csinálnak. Én is ugyanezt mondom a gyermekeimnek. Eljön a mumus, ha nem eszed meg a borsót. A lányom utálja. A fiam pedig szeretne találkozni a mumussal. Apu, apu, hogy néz ki? Kérdi. Ez a vicc az egészben. A szüleim sose mondták el, mert nem volt rá szükség. Már attól megrémültem, ha meghallottam a nevét. Egyáltalán nem érdekelt, hogy néz ki. Szóval beletörődtem. Nos, mondtam, nagyon magas, és egy nagy fekete gázállarc van rajta, ami eltakarja az arcát. Nagy kerek szemei vannak, mint egy bogárnak. Fekete fényes egyenruhát visel. Annyira fekete, mint amennyire csak el tudod képzelni. És még van egy fekete hosszú palástja. Mint egy szuperhősnek? Kérdezte a fiam. Nem. Mint egy szupergonosznak. A maszkja és a ruhája alatt. A mumus teste tele van égési sebekkel és hegekkel. Azt mondják, átsétál a tűzön, és nem érez fájdalmat, de a teste ugyanúgy megéghet. Hol lakik? Senki nem tudja. Csak azt tudják róla, hogy akkor bukkan fel, amikor a kisfiúk és a kislányok nem hallgatnak az anyura és az apura. És elviszi őket. Téged már elvittek? Kérdi a fiam. Majdnem. Válaszoltam. Valahogy érdekesebbé kellett tennem a beszélgetést. Sintalan kisfiú voltam. Egyik éjszaka, amikor aludtam, megjelent a mumus, és megpróbált elvinni. De végül mama és papa berohantak a szobába, és könyörögtek a mumusnak, hogy ne szakítson el tőlük. Mit csinált? Azt, amit mindig, megmondta nekik. Eljöttem a gyermeketekért. Aki nem fogadott szót, most már örökre az enyém marad. Mama csak sírt, és könyörgött a mumusnak, hogy hagy adjon még egy esélyt. A mumus ránézett, majd így szólt. Az utolsó esély, aztán az enyém lesz. Csak arra emlékszem, hogy mikor másnap reggel felébredtem, megfogadtam, hogy jól fogok viselkedni. Apu, nem akarom, hogy elvigyen a mumus, mondta. Az igazat bevallva, nem kéne ilyesmivel viccelődnöm. Bár én és mások is úgy vélik, hogy gyermekeink fegyelmezése nem egy vicc vagy egy ijesztő estümese. Ez maga a valóság. És amikor idősebb lettem, rájöttem erre. Aztán arra is rájöttem, hogy ezt a mumust sok néven ismerik. Ráadásul aki talált leírásomról, a hátborzongatóan pontos volt. Vagyis eddig azt hittem, hogy csak én találtam ki. Aztán eszembe jutott, hogy én valóban láttam a mumust. És akkor ráébredtem, hogy egy másik néven ismerem. 10 éves voltam, talán 12. Az igazat bevallva nem szívesen emlékszek vissza erre az időszakra, csak akkor, ha tényleg muszáj. Véget ért a vietnámi háború. Édesapám hazajött. Amiket mesélt nekem, azok voltak a legijesztőbb történetek, amiket valaha is hallottam. Hinned kell nekem, de a történetek között volt egy, amit sose fogok elfelejteni. Egyszerűen nem tudom, látta a gázmaszkos embert. Így hívta. Ott volt a csatatéren egy héttel ezelőtt. Emlékszem, ahogy édesapám leírta, a tekintete, a hangja. Még sose láttam ennyire megrémülten. A gázmaszkos ember csak ott átsorgott a tűzben. Figyelt. Édesapám a lövészárokban volt. A többi katonával. Senki se látta. Csak édesapám. Megesküszik rá, ha láttad volna a szemeit. Mondom, nem hazudott. Szóval édesapám látta a gázmaszkos embert. Nem fordulhatott el. Mint egy baleset, vagy egy bűnügyi helyszín. Van valami a pusztításban, a terror annyira hipnotikus. A gázmaszkos ember nem mozdult el. Nem mondott semmit. Aztán édesapám elfordult, lefelé nézett. Észrevette, hogy egyedül van. Mindenki eltűnt, csend lett. Az egység eltűnt, vele együtt az ellenség is. Édesapám megesküszik, hogy abban a pillanatban azt hitte, hogy meghalt, és már a mennyben van.
Kinézett az árokból, hogy arra az Isten verte gázmaszkos emberre nézzen, de egy lövés eltalálta a fejét, mielőtt ráeszmélt volna. Már egy kórházi ágyon feküdt. Aztán véget ért a háború. De hová lett a többi ember, akik a lövészárokban voltak vele együtt? Senki nem tudja. Nem találták meg őket, se a dögcétulákat. Eltűntek. És természetesen senki nem számolt be a gázállarcos emberről, amit édesapám látott. Megesküszik rá, én meg hiszek neki. És ez a négy ember, ők igaziak voltak, tényleg léteztek. De egyik nap itt voltak, és másnap... Mit keresett egy csatatéren? Ez nem gyerekmese, kérded. A gázmaszkos embert nem csak a gyerekek érdeklik. Az emberek azért mesélnek történeteket, hogy jobban érezzék magukat. A történeteket átírják, romantizálják, kibővítik, vagy egyszerűen hazudnak. A gázmaszkos ember már régebben is létezett. Aznap este, amikor édesapám elmesélte a történetet, akkor az ágyban feküdtem, és próbáltam elaludni. Megláttam. A gázmaszkos ember megjelent előttem. Ott állt, csendben. Négy egyenruhás férfi volt mellette. Másnap elmeséltem az édesapámnak az egészet. Szinte biztos volt benne, hogy azok az ő emberei voltak. Katonák, akik eltűntek. De miért jelentek meg nekem? Miért jött el hozzám a gázmaszkos ember? Hogy figyelmeztessen. Annak ellenére, hogy a szüleid azt mondták, hogy a gázmaszkos ember a mumus gonosz, aznap este kiderült, hogy nem fenyegetésről van szó. Ne érts félre, a gázmaszkos ember egy szörnyű ómen. Nem akarod látni, de ő maga nem egy fenyegetés. A gázmaszkos ember a dolgok eljövetelét reprezentálja. Átadja az üzenetet. Ha meglátod, akkor az csak a vihar előtti csend. Két héttel később édesapám meghalt gázszivárgásban. Azt mondják, hogy szénmonoxid mérgezésről van szó. Megvizsgálták a házat, de semmit nem találtak. Semmilyen nyomot. Szerinted a gázmaszkos ember egy jelentéktelen rémálom? Egy béna kísértett história? 1988. március 16-án közel 5000 kurd ember lemészárolására került sor. Saddam Hussein parancsára egy dél-kurdisztáni városban. Különböző vegyszereket és vegyületeket használtak a bombázáskor. Ezt követően az egyik férfi önként előre ment és megadta magát. Megállás nélkül hadalt. Kérte, hogy egy riporterrel beszélhessen. A saját szemszögéből elég ostobán számolt be az eseményekről. Az egyik pilóta voltam. Emlékszem, ahogy megkaptam a parancsot. Emlékszek a felszállásra. Emlékszek, ahogy ledobtam a bombákat. És még a leszállásra is emlékszem. De amikor elküldtek a küldetésre, jött velem öt ember. Mikor leszálltunk, hatan voltunk. Nem tudom, ki volt a hatodik. Még soha az életemben nem láttam. És ezután nem is láttam többé. A ruhája olyan volt, mint a miénk. De egy szót se szólt. Gázmaszkot viselt. Még... nem láttam ennyire egyszerű tervezésű gázállarcot. Nagyon primitív, elég szimpla. És mi a legfurcsább benne? Az, hogy a többi pilóta is ugyanezt mondta. Öt ember felszállt, hat jött ki a gépből. Nem lehetünk, mint hülyék. Vagy mégis? Az emberek hívták a helyi rendőrállomást, mondva, hogy látták a gázmaszkos embert a hátsó kertjükben. Ez volt a következő rendkívüli eset. Az emberek csak azt akarták, hogy rájuk figyeljenek. Szinte már divattá vált, világszerte elterjedt ez a jelenség. Senki se tudta igazán, hogy miről is van szó. A gázmaszkos ember legendája az emlékeink előtti korszakig nyúlik vissza. De ez a poén a mítoszokban. Időről időre megváltoznak. Hétköznapivá válnak, mint valami telefonos játék. Elindítasz egy üzenetet, és a végén az ellenkezőjét kapod vissza. A személy azt hiszi, hogy sétegeted. A beszámolók és a rejtélyes gázmaszkos alakról egészen a korai 17. századig nyúlnak vissza, amikor Rómában pestis doktorok kezelték a megfertőzötteket. Ijesztő csőszerű maszkot viseltek, és számos ellenszert és főzetet vittek magukkal. Talán a gázmaszkos embertől mintázták a maszkeikat, vagy a művészet befolyásolja az életet. Ráadásul a mi az mai koncepciója az ókori Görögországból ered, amit úgy írnak le, hogy egy ragályos erő, aminek saját akarata van. Míg a bűnös áldozat halála meg nem tisztítja, a katasztrófa krónikusan fertőzné meg a társadalmat. Innen ered a gázmaszkos ember? Vagy ez csak egy elmélet? Soha senki nem fogja megtudni a teljes igazságot.
A történelmen keresztül emberek világszerte állították, hogy látták. Olaszországban második fantazmának nevezik. Japánban a tengóval azonosítják, aki egy legendás lény a japán kultúrában és vallásban. A történelem legpusztítóbb pestis járványát is hozzákötik. A fekete halált, ami elterjedt egész Európában a 14. század közepén. Még mostanában is látták a gázmaszkos embert. 2014. februárjában az ukrán forradalom közepette rengeteg erőszakos lázadást tört ki a fővárosban, Kijevben. Láttad a hírekben? Ismered a történetet? Most nem mennék bele a részletekbe. De ebben az űrös időszakban felmerült egy kérdés. Ki az a gázmaszkos ember? A képeken feltűnt egy maszkos alak. Ez fotótűzként terjedt el az interneten. Elméletek születtek ezzel a rejtélyes férfival kapcsolatban. Gyakran égő épületek előtt, vagy hömpölygő füstben ácsorog. De miért itt? Miért most? Mi az oka? Nos, az, amit már az előbb is mondtam. A gázmaszkos ember egy előjel. Nem fenyegetés, csak egy embert figyelmeztet. Fogalmam nincs, hogy mi fog történni. Nem tudom leírni szavakkal azt az érzést, amikor szembe kerülsz a gázmaszkos emberrel. Egyre jobban beleőrülök. De megesküszöm, hogy a gázmaszkos ember létezik, és ha egyszer eljön hozzád, vagy a családodhoz, akkor... Nem hiszek Istenben, de imádkozni fogok érted. A gázmaszkos emberrel való találkozásból semmi jó nem származhat. Besorolási osztály. Euklid. Speciális elzárási eljárás. SCP-173 nevezetű tárgyat folyamatosan zárt kamrában kell tartani. A kamrába való belépést engedélyezni kell három személynek. A három személynek egyszerre kell belépnie a kamrába. Mögöttük pedig azonnal lezárni az ajtót. Egy időben egyszerre két személynek kötelező folyamatos szemkontaktust fenntartani SCP-173 felé. Egészen addig, míg a személyek engedéllyel elhagyják a területet, és a kamra lezárása nem kerül. Leírása: 1993-ban költöztették az alapítványhoz. Elhelyezve Site 19, összeállítása beton és betonacél. Krilon márkájú festékspray nyomaival az arca helyén. SCP-173 animált és rendkívül ellenséges. Az objektum azonban képtelen mozogni közvetlen szemkontaktusban. A szemkontaktust nem ajánlatos megtörni SCP-173 esetében. A személy, ki belép SCP-173 kamrájába, kötelező figyelmeztetni társait, mielőtt pislog. Az objektumról jelentették, hogy támadásával kitöri áldozatai nyakát. A koponya alsó részénél vagy megfojtja őket. Támadás esetén a személyzetnek felül kell vizsgálnia a 4-es szintű veszélyes objektum tartásának biztonsági eljárásait. A személyzet jelentette, hogy kőkaparásszerű hangok jöttek SCP-173 kamrájából. Mikor senki nem volt jelen bent, ez normálisnak bírálták el. Azonban bármi változásra utaló jelet azonban jelenteni kell a szolgálatban lévő HMLC felügyelőknek. A vörös-barna folyadék a padlón széklet és vérkeverékére utal. Forrása ismeretlen. A területet két heti rendszerességgel tisztítani kell. Attól függően, hogy mennyit használod az internetet, ismerheted az úgynevezett Deep Web-et. Lényegében itt használhatsz egy proxy szervert, a Torhoz vagy az E2P-hez hasonlót, ahol találhatsz mindenféle dolgot, amit máshol nem tudnál, például helyeket, ahol fegyvereket vagy drogokat vásárolhatsz. Minden esetre pont egy Ask Reddit cikket olvastam különféle fura dolgokról az interneten, és néhányan megemlítették a .onion oldalakat. Érdeklődésemet felkeltve úgy döntöttem, hogy letöltöm a Tort, és megnézek egy pár oldalt. Találtam egyet, ami fekete piacként volt feltüntetve. Nagyon királynak tartottam ezt az egészet, ezért tovább keresgéltem. Különböző emberek árultak methet, fegyvereket és lopott vagyonokat. Már ki akartam lépni, amikor egy ingyen neked nevű poszt tűnt fel nekem. Rákattintottam a linkre, és ennyi volt a leírásban. Sok szórakozás neked. Ingyen link. Jó szórakozást. A link neve moka.zip volt.
Jegyezd meg, hogy már hajnali 2 volt, és nagyon unatkoztam. Ezért töltöttem le azt a linket, de futtatván pár víruskeresést, semmi sem jelzett, ezért úgy döntöttem, kicsomagolom a fájt. Sok-sok videót és képet találtam benne. Úgy döntöttem, rákattintok egyre, aminek banamen.avi volt a neve. És megnéztem. Nem sok lényege volt, csak egy pasi banánjelmezben 4 percen keresztül. Eléggé érdekelt, szóval folytattam. És rákattintottam egy képre, aminek Steven.jpg volt a neve. Csak egy unalmas képű férfi ült a gép előtt. Több hasonló kép volt még itt. Emberek a gépük előtt vagy könyveket hordtak, vagy boltba sétáltak. Kezdtem kényelmetlenül érezni magam, de folytattam. Néztem még párat, ahol gyerekek sétáltak az iskolába, máshol egy férfi újságot olvasott a kanapén. Inkább mesélek az érdekesebbekről. Jó éjszakát, pont Avi! Két kisfiú, 7 vagy 8 év körüli, a fogukat mossák pizsamában. Mintha észre sem vennék a mellettük lévő kamerát. Befejezik a fogmosást, és beugranak az ágyba. Az elkövetkező 9 órában mutatja a kamera, ahogy alszanak, semmi mást. Fizetség.avi. Egy középkorú férfi sétál egy halovány megvilágított utcán, éjszaka közepén. Ugyanúgy ő sem tudja, hogy kamerázzák. Oda megy egy tini lányhoz, és elkezd hozzá beszélni. A hangok elfojtottak, de nem lehetnek jó szavak a lány kifejezéséből ítélve. Próbál elfutni, de a férfi a falhoz nyomja. Elveszi a telefonját, s a táskáját, és elszalad. A videóban már csak a lány sírása látható. Ellopva.avi. Egy tinédzser pár foci meccset néz, a játék véget ér, és a tömeg elvonul. A páron kívül mindenki. Amint egyedül maradnak, párszor csókot váltanak, és a fiú valamit a lány fülébe súg. De a lány csak nemet hajtogat, de ő így válaszol. Gyerünk már! És nyugi, jó lesz, már minden haverom csinálta a csajával. A lány megpróbál elszökni, de a fiú utána kap. Ekkor mindenki, aki ott volt, már messze járt. A fiú nekilöki a székeknek a lányt, és letépi a nadrágját. Hihetetlenül erőszakosan elkezdi megerőszakolni, és verni, és ez folytatódik 15 percen keresztül. A lány arca fekete, és véző orral zokog a földön. A barátja fejbe térdeli, és gyomron rúgja. Majd, amikor teljesen szétverte a fejét, beledobta a testét egy kukába, a ruháival együtt, amikor teljesen szétverte a fejét. Utána felvette az edzős ruháját, és elsétált. A kamera már csak a kukát mutatja, ekkor már rettenetesen kiakadtam, és letöröltem a fájt, és elmentem aludni. Azonnal el tudtam aludni, de álmodni nem sikerült aznap éjjel. Elmentem az iskolába, de senkinek nem említettem, amit láttam. Sokan kérdezték, miért nézek ki ilyen zaklatottnak. De csak azt mondtam, hogy nem aludtam az este, emiatt vagyok ilyen. Kezdtem úgy érezni, hogy ez csak egy rossz rémálom volt, és csak túl komolyan veszem a dolgokat. Evéd után elkezdett remegni a telefonom. Egy ismeretlen számról jött SMS volt. Tetszik? Próbáltam felhívni, de foglalt volt. Úgy gondoltam, hogy csak egy téves üzenet volt, és nem engedem, hogy idegesítsen. A dolgok egészen normálisak voltak, és elkövetkező pár napban, egészen amíg el nem érkezett, a csütörtök. Újabb üzenet jött az ismeretlen számról, azzal a különbséggel, hogy most egy kép rólam, ahogyan ülök a harmadik órai órámon. Kiakadtam. Felmentem a gépre, hogy megkeressem a posztot, amit vasárnap este láttam. Kerestem mindenhol, de nem találtam, és senki nem írt róla semmit. Egyre több kép érkezett. Néhány rólam, néhány a barátaimról, a családomról, és emberekről, akiket nem is ismertem. Elmentem a rendőrségre, és azt mondták, hogy megpróbálhatják lenyomozni a számot. De nem tartották nagy jelentőségűnek, és azt mondták, pár napig is eltarthat. Megkérdeztem az összes barátomat, hogy valami kibaszott játékot játszanak-e velem, de senkitől nem jött válasz. Úgy döntöttem, hazamegyek, és megkeresem az előzményeimben a linket, és felhívom az anyukám, de nem vette fel. Igazán távol lakok a rendőrségtől, de úgy futottam haza, mintha az életem múlna rajta. Bekapcsoltam a gépemet, és megpillantottam egy új beérkezett fájlt. Még több móka.zip. Remegve kinyitottam a fájlt. Az egész családom és az összes barátomról képek, ahogyan kínozva, megalázva, az anyukám kitépet szemgolyókkal, felnyársalva éles,
fémrudakra, a barátom letépett állkapocsal, levágott ujjakkal, és videók, amint elégetik őket élve, ahogyan elindultam volna hívni a rendőrséget, megakadt a szemem egy képen. A címe Hello.jpg volt. Készítési idő 15 másodperccel ezelőtt. Én voltam rajta, a képeket bámulva a monitoron. Mögöttem egy férfi, vérben ázott ruhákban, kezében egy kamerával, mosolyogva. A nevem Elian Murphy. Ez a történet 1992-ben történt, amikor én még 11 éves voltam. Egy kétszintes házban éltünk, Lakewoodtól nem messze. Az öcsémmel, Dylannel szomszédos emeleti szobánk volt. A testvéremről tudni érdemes, hogy folyton volt, és elborult történeteket talált ki. De amit most mesélek el, arról én tanúsíthatom, hogy igaz, mert én is ott voltam. Mielőtt belemennék a részletekbe, hogy mi is történt azon az éjszakán, jó párszor láttam, hogy az öcsém Dylan a képzeletbeli barátjával játszott. Dylan azt mondta, hogy az idézőjeles barátja a bohóc ruhában van. Az anyukám már hozzászokott, hogy az öcsém az ebédlő asztalnál folyton beszél ehhez a bohóchoz. Külön kér neki ételt, és úgy viselkedik, mintha tényleg ott lenne vele valaki. Úgy volt vele, hogy kicsi még, majd kinövi. Február 7-én pénteken már lefekvés után az öcsém átrohant hozzám, és még fel sem tudtam ébredni rendesen. Húzott a kezemnél fogva, hogy nézzem meg, milyen sok bohóc lett a szobájában. Mikor beértünk a szobába, Dylan tapiskolt, játszani kezdett, és mondta, hogy nézzem meg a bohóc barátját. Én semmit nem láttam, azt gondoltam, hogy Dylan alva jár, és csak képzeleg. Én nem láttam egy bohócot sem. Visszafektettem az ágyába, és én is visszamentem a szobámba. Mondtam neki, hogy nincs itt senki, aludjon végre. Alig telt el fél óra, és Dylan újra megjelent az ajtómban. Most már nem volt jó kedvű, inkább zaklatottnak tűnt. Azt mondta, hogy a bohóc nem akarja békén hagyni, és az ablakon át kopogtat neki. Közben láttam, hogy a sírás kerülgeti, és már egyáltalán nem boldog, hanem halálosan rémült. Átmentünk a szobájába, körbenéztem. Ismét nem láttam semmit, mondtam is a testvéremnek. Látod, Dylan? Nincs itt senki, nem kell félni. Már épp vissza akartam menni a szobámba, amikor hatalmas csattanást hallottunk az ablak felől. Kivágódott az ablak, mintha valaki kívülről bevágta volna. Közben valami nevetésfélét hallottam. Úgy megijedtünk, hogy a lépcső irányába szaladva megbotlottam, és véletlen magammal rántottam a félelmébe belém csimpaszkodó kis testvéremet is. Szerencsére nem lett semmi bajunk, de pánikolva futottunk be anyuhoz a hálószobájába. Az ajra felriadt ő is, és értetlenkedve kérdezte. Mi a baj, mi történt? Miért nem alszotok már? Nem igazán tudtunk rendesen válaszolni, mert a félelemtől ziháltunk, és csak összefüggéstelen mondatokat tudtunk zagyválni. Kértük, inkább jöjjön fel velünk a szobába, megmutatjuk. Édesanyánk arca komorrá változott, és mesélni kezdett inkább. Még nem meséltem el nektek, de régóta látom én is ezt a bohócot, és tudom is, hogy ki az. Mikor Dylan megszületett, az apukátok bohóc jelmezben akartak köszönteni, mikor hazahoztuk a kórházból. És a Halloweenről megmaradt díszekkel, lámpákkal díszítette fel a kinti ablakokat. Véletlen megcsúszott a létrán, és kitört a nyakát. Mikor oda rohantam hozzá, már csak ennyit tudott mondani. Itt leszek veletek. Egy hétvége volt, egy buli után a haverokkal. Hazafelé sétáltam. Sokan hátborzongatónak találnák a városteste. A szél sütött, és a falvelek a lábom alatt ropogtak. A zászló alatt haladtam el, ami az erős szélben ide-oda csapkodott. Ismertem ezt a várost, nagyon ismertem. Nem csak a zsebemben van egy kés, hanem erős vagyok és gyorsan futok. Így hát nem félek, nem aggódtam. Hirtelen, amikor átmentem a sötét utca egy lámpája alatt, egy kis utcácska felé fordultam, ahol a barátaim voltak. Figyeltem, ahogy rohannak. Gondoltam, megnézem, mi folyik ott. Megláttam egy figurát, aki valószínűleg a kukában keresett maradékokat. Nem láttam az emberke arcát, de azt hallottam, amikor oldalra nézett, és megroppant a nyaka, mint valami bagoly. Megtorpantam. Kisebb sokkot kaptam, de utána egy boldog arckifejezés jelent meg az arcomon. Sokan azt hihetik, hogy fura dolog az ilyen fura dolog után így reagálni, de alapból fura vagyok. Fenébe is, a drogosok furák, elnevettem magamat. Majd gyorsan folytattam az utamat. Csizmám a betont súrolta,
a hang, amit kiadtak, ritmusos volt. Örültem, hogy csak az enyém a ház, bár így lett volna hetekig. Az anyám ezekben a napokban rengeteget dolgozott. Így rengeteg szabadidőm volt, enyém volt a ház, este van. Mintha minden lángolna körülöttem, amíg én az álmok fura világában levegtem. Tudod, az kellemes érzés, amikor alszol, minden békés. De ez nem sokáig élvezhettem, mivel hirtelen felébredtem. Lassan észrevettem, a szemeim nyitva vannak. Elhelyezkedtem az ágyon, majd pislogtam párat. A szemeim alkalmazkodtak a sötéthez. Vajon mi ébresztett fel? Éppen aludtam volna vissza, amikor egy érdekes hang kelti fel a figyelmem. Krik, krik. Nem volt túl hangos, valószínűleg lent volt. Biztos a macskák azok, idióta állatok. Utáltam, amikor a macskák felébresztettek. Visszafeküdtem az ágyra azzal a vágyjal, hogy tovább aludjak. A hang nem maradt abba. Elkezdtem gondolkodni, hogy most mi van? Vajon egy béka az? Vajon igazi? Megint felültem. Kerestem a késem az éjjeli szekrényemen. Megragadtam. Talán kicsit eltúloztam, de jobb mindenre felkészülni. Azon gondolkoztam, vajon mi lehet az a hang. Ekkor észrevettem, hogy a hang egyre közelebbről hallatszik. Megszorítottam a kést, mintha a lenti folyosón sétálna valaki, vagy valami. A lépések hangjai már a fenti folyosón hallatszottak. Azon a folyosón, ami a szobámba vezetett. Nem kételkedtem, valaki van a házamban. Kirázott a hideg, a szívem nagyon durván felgyorsult. Lefagytam, mint valami szobor. Nem mertem levegőt venni. Nem mertem sehova sem nézni. Meg akartam mozdulni. Elfelejteni a fejemmel cikázó gondolatokat. Mit tegyek? Bújjak el? Kiugrottam az ágyból. Lábak árnyékát láttam az ajtóm előtt. Ekkor kinyílt az ajtó. Egy emberi árnyékot véltem felfedezni. Lefagytam megint, de a szívem most lassan dobogott. Izzadtam. Sikítani akartam. Sikítani vagy segítséget kéni. De nem tudtam kiejteni egy hangot sem. Lefagytam. Ugyanaz az ember volt, aki kukázott, amikor mentem haza. Majdnem előttem állt. Narancssárga üvegű szemüveg volt. Haja véres volt, megint kirázott a hideg. Az ember arca szinte teljesen el volt akarva, szemüveg és kapucni volt a fején. És valami, ami elfette a száját és az állat. Dülöngélve közelebb jött. A karja kétszer mozdult egy irányba, miközben rebegve közeledett. Egyik kezét az arcához emelte, a mutató ujjai a karját súrolta. Mondta. Neki simultam a falnak. Szorítottam a kést. Figyeltem a tárgyat a srác kezében. A fegyvere jobb volt, mint az enyém. Vér folyt róla. Felemelte a fegyverét. A vér a földre csöppent. A fegyvere a földhöz csapódott. Vadul ziháltam. Kapkodtam a levegőt, amikor meghallottam. Ne! Mondta újra. Miután a lába földet érte, abban maradt a srác susogása. Észrevettem, hogy a nyaka fura helyzetben van, közben hallottam a csontjainak hangját. A halál hangját. A szívem egyre gyorsabban dobogott, mintha el akarná törni a bordáimat. A látásom homályosodott. Kezdtem oxigénhiányt érezni, de amúgy sem akartam levegőt venni. A feje most 50 fokos szögben volt, közeledett lassan. A nyakának hangja olyan vérfagyasztó volt. Mondta még egyszer. Egy lépésnyire volt. Könnyedén felemelte a fegyverét. Remektem. Uram Istenem! A fegyverét a gyomromnak támasztotta. Nem tudtam tovább úgy maradni. Ekkor egy kezet éreztem a vállamon, ami csak egy kicsit emelt fel. De eléggé, hogy érezzem, hogy a bolta belém vág. Az utolsó dolog, amit láttam, az, hogy tocsogott a véremben. A világom elhomályosult és elsötétedett. Létezik egy elhagyatott hotel Magyarországon. Egyszer egy kis csapat eldöntötték, hogy bátorságpróbát csinálnak. Ezért elmentek körülnézni kicsit. Eltelt 3 hét, de nem talált rájuk senki sem. A rendőrség átkutatta a hotelt, de nem találtak semmit, a vérfoltos ágyak és széttépett naplón kívül. Megpróbáltak kihozni valamit a naplóból, de csak ennyi sikerült. Kristóf vagyok, 19 éves. Pár haverommal eldöntöttük, hogy bátorságpróbát csinálunk, és bemegyünk a Szellem Hotelbe.
Eleinte nem hittem az egészbe, de ez akkor volt, amikor még semmi nem történt. Mikor beléptünk, nem volt semmi feltűnő. A porta ajtaja elrohadva, a lábunk alatt recsegett a padló. A fal mellett az üveg ki volt törve. Egy átlagos elhagyatott hotel, de valami mégis zavart. És nem hiába. Nem lehet kijutni erről a helyről, mintha valami lény csapdát állított volna. Minden esetre megbújunk egy üres szobában. Az valami üldöz minket. Elkapta Dávidot. Nem tudjuk, mi történt vele. Harmadik nap. Beléptünk a szobába, ahol láttuk a lényt bemenni. Ott volt Dávid lenyúzott bőre. A földön, és a belső szervek hevertek a padlón. Rosszul lettem a látványától. Eleve nem bírom a vért, de ez... Negyedik nap. Láttam. Az a szörnyeteg eddig csak a sötétben jelent meg, mint valami árnyék. De most nappal is láttam. Teste fekete, le van rohadva róla a bőr. Az egyik szeme hiányzik, és négy lábon közeledik. Az arcát úgy képzeled el, mint mikor egy macska kimegy az útra, és egy autó kilapítja a fejét. Undorító. Itt él az épület romjai között. Ötödik nap. Itt van már. Már csak én élek. Mindenki más megevett. Ez a valami. Most én következem. Ezt az egészet azért ittam le, hogy senki, de senki ne menjen a hotelnek. A közelébe se. Ez a valami, ami itt él, nem a világi. 1972. Egy elhagyatott emeletes házál Skócia északi partjánál. Sok ott élő lakos állította, hogy furcsa dolgokat hallottak az épületből. Ordítások az éjszaka közepén. Senki nem tudott aludni. Egy kisebb kutatós csoport elment vizsgálni az épületeket. Vittek fegyvereket, élelmet és kamerákat. Lőttek pár fotót és helyszíneléssel töltötték a napot. De utána jött a neheze. Ébren kellett maradniuk. Hajnalban halk hörgésre keltek fel a kutatók. Előkapták a puskáikat és felkeltek. A hörgés az emeletről jött. Felrohantak hát. Az emeletre érve azonban feloldottak. Egy kórházi ruhás férfi állt előttük. Össze volt tépve a ruhája, és ő maga véres és vágásos volt. A szájában kárörvendő mosolyt is lehetett felfedezni. A kutatók ráfogták a fegyverüket, a férfi elkezdett hangosan ordítani, majd ráugrott a kutatóra, majd ráugrott a kutatókra. Az egyiknek elroppantott a nyakát, a másikat pedig megkarmolta. Ezek után odarohant az ablakhoz, és kiugrott. A kutatást is felfüggesztették. Második. Nem szerettem a nagyimhoz járni. Mindig olyan hideg volt nála, és sötét, de illetlenség lett volna nem mennem. Ma is elmentem, mint mindig. Vittem neki egy kis vét, meg húst. Mindenki tudja, sokan szeretik a sült vét. Én sosem kedveltem, mert fura íze volt. De a nagyi imádta. Ezért vittem neki aznap is. Bementem az ajtón, mint átlagosan. A folyosón ott volt egy megszokott sötét folt, ami évekkel ezelőtt került oda, fura módon. Bementem, én leraktam az asztalra a húst és a vét. Nagyi azonnal hozzálátott, csak úgy nyersen. Elfelejtettem volna mondani, hogy a nagyim nem átlagos, ugyanis egy emberszabáló zombi. Emberi húst és vét szoktam neki vinni, addig nem nyugodhat meg, még nem találja, aki megölte. Ott volt a folyosón, az az ő vérének a foltja. Ha nem tudsz elbújni, sokan hitték már, hogy igen, de mégis megtaláltam őket. De nem mindenkinek kell félnie, csak is a 12-14 év közötti lányoknak, akiknek mindennük a smink. Miért? Mert a gyilkosság helyszínén egy rúst találtak. Egy rúst vérből. Ő itt Helen, 14 éves. A személy olyanok, mintha sosem aludt volna eleget. Nem törődik a kócos fekete hajával, mivel nem szeret sok erőfeszítést tenni, hogy rendbe tegye magát. Lényegtelen. A padja az osztály hátulsó részén volt, az ablak mellett. Mindig csendben rajzolgatott. Olyan volt, mintha ez jelentene neki mindent. Nem szeretett emberek társaságában lenni. Magának való volt.
Volt egy ember, akit suli után a padlóhoz szorítottak. Tomnak hívták, aki mindig a bántalmazás áldozata volt. Nem azért, mert valamit csinált, hanem csak a körülötte lévő emberek gyűlölete miatt. Ilyen dolgok gyakran történtek, és ezekhez Helen hozzá is szokott. Bár sajnálta Tomot, de nem akart közbelépni, elég kellemetlen volt. A szünetben Judy azt mondta, hogy elvesztette a karóráját, és azt kereste. Helen nem segített neki, hiszen nem az ő dolga. Hirtelen valaki észrevett valami ragyogót Helen táskájában. Mi ez? Kérdezte Ben, ahogy belenyúlt a táskába, és kivette az órát, ami mű gyémántokból volt díszítve. Helen nagyon meglepődött, amint meglátta. Nem tudta, hogy kerülhetett oda. Ó, ez az én karórám! Judy visszakapta Bentől az óráját, miután észrevette. Mindketten Helen bámulták egy fura tekintettel. Nem én voltam, mondta Helen, aki még mindig a jegyzetfüzetébe rajzolt, a tekintete elfordítása nélkül. Ja, persze. Judy és Ben kimentek az osztályteremből, mihelyst a lány levonta ezt a következtetést. Másnap, mint mindig, Helen az asztalánál ült, s rajzolt. Úgy érezte, hogy valami nincs rendben. Az emberek róla suttogtak, s néhányan tolvajnak kezdték hívni. Úgy döntött, hogy nem figyel rájuk, mivel úgy se tehet mást. Ahogy az idő telt, Helen lett a bántalmazás új célpontja. Mindent, amit csinált, az emberek eltúlozva mesélték el. Ez nem tetszett neki, de nem tudott ellenállni. Az érzelmeit elrejtette a szívében. Elrejtette a csendbe. Amíg el nem jött egy bizonyos nap. Ben odament hozzá és elvette a füzetét, amiben befejezetten rajzok voltak. Mindig csak ezeket az ételmetlen izéket csinálod. Mondta Ben, amint kitépett egy pár rajzot, majd szafatokra tépte őket. Szerette volna Helen reakcióját látni. Ennél a pontnál az érzelmek, amik benne lakoztak, most kitörtek. Megütötte Ben arcát, és elindított egy bunyót. Habár Helen nem volt egy erős típus, szóval hamar kiütötték, más tanulók jöttek, hogy lássák a harcot, de nem állították le. Pár ember mint bele is rúgott az arcába és a hasába. Becsöngetés után mindenki abba hagyta, amit éppen csinált, és leültek a padjaikba, mielőtt megjön a tanár. Helen is visszament a helyére, mintha semmi nem történt volna. A tanár belépett a terembe. Te jó ég! Otis! Azaz Helen. Mi történt? Helen tele volt látható zúzódásokkal, amiket észrevett a tanár, miután belépett az osztályba. Mindenki felé fordult, hogy megnézzék válaszét várva, mi alatt gyilkos tekintettel bámulták. Leestem a lépcsőn, tanárnő. Válaszolta Helen, amint abba hagyták a bámulást. Miután hazament az iskolából, a szülei is megkérdezték, hogy mi történt, és ugyanazt válaszolta. A kék Jackie, amit viselt, eltakarta az összezúzódását, kivéve az arcán lévőket. A szülei elhitték, nem kételkedtek. Általában, amikor Helen szülei megkérdezik, hogy hogyan érzi magát a suliban, mindig azt mondja, hogy jól. Még arról is hazudott, hogy sok barátot szerzett, minden nap boldog. Helen nem akarja elmondani a szüleinek az igazat, mivel nem szeretné, ha a szülei aggódnának érte. Pár hónappal később hozzászokott a bántó megjegyzésekhez, és az összeverés és a megalázás már neki hétköznapi dologgá vált. Most már egyáltalán nem volt fogékony e dolgokra. Ki fogta rá először? Miért csinálta ezt a tettes? Többé már nem számít. Semmi sem számít most már. Szia, itt vagy? Helen egy ismeretlen felhasználótól kapott üzenetet a Facebookon. Ki vagy te? Kérdezte. Tom vagyok, az osztálytársad. Tom azelőtt soha nem beszélt vele. Még kicsit meglepőnek találta. Mi az? Kérdezte Helen. Jól vagy? Nem a te dolgod. Helen ezt a következtetést vonta le Tom kérdéséből. Tom egy ideig gépelt, majd éta. Figyelj, tudom, hogy érzel. Ugyanabban a helyzetben vagy, mint én. Nagyon szeretnék segíteni neked, de nem tudok, bocsi. Ezt követően Tom és Helen sokáig cseteltek, és Helen sokkal jobban érezte magát, miután elmondta neki minden fájdalmát és érzését, amin keresztül ment. Még viccelődött is Tommal, és gyakran használt smiley-t, hogy megmutassa a boldogságát. Ez volt az első alkalom, hogy barátot szerzett. Délután meleg volt az idő. Találkozzunk délután a teton. Beszélnünk kell, ne kérdezd, hogy miért. Tom üzente tegnap este. Követve az utasítást, Helen a tetőn találkozott Tommal, integetett, majd feléje vette az irányt, mihelyest azt mondta. Hé, Tom, mi a helyzet, barátom? Valamit el kell mondanom, valami fontosat. Mondta Tom egy komoly tekintettel.
Emlékszel az óralopásos esetre? Hogy is felejthetné el Helen? Ezzel kezdődött el a szenvedése. Helen bólintott válaszként. Én vagyok a tettes. Tom lehajtotta a fejét. Nem mert a szemébe nézni. Mi? Helen megdöbbent. Én loptam el Judy óráját és rád kentem. Miért csináltad ezt? Mivel, hogy te vagy az új célpont, az életem sokkal könnyebb. Vigyorgottam. Igaz, amikor mindenki elhatározta, hogy Helent fogja piszkálni, akkor már Tomot nem fogják. Olyan, mint az elhagyott játékszer. Neki így tökéletes. Amíg csendben marad, képes lesz biztonságos életet élni az iskolában. Sikerült neki, a terv kiválóan tökéletes volt. Helen megragadta az inge galériát, és miután egy kicsit megütötte, a tető szélénél kötöttek ki. Tom megcsúszott, és leesett a tetőről. Helen azonnal elkapta a kezét, és próbálta visszahúzni, de Helen nem volt olyan erős, hogy így tegyen. Annyira sajnálom, Helen. Tom leesett. Helen becsukta a szemét, nem mert oda nézni. El sem tudta képzelni, hogy mi fog történni azzal, aki egy hat emeletes épületről leesik. Miután kiértek a rendőrök, Helennel beszélgettek. Túl rémült volt a baleset miatt, még egy szót sem tudott mondani. Megint Helen lett a diákok közötti beszélgetések fő témája. Néhányan úgy gondolják, hogy Helen lökte le Tomot a tetőről, de mások szerint Tom öngyilkos lett, és Helen nem tudta megmenteni, mert látták, ahogy megragadta Tom kezét, mielőtt leesett. Aznap este Helen a szobájában sírt, didergett, és nem tudta megállítani a bűnösségét, ami benne növekedett. Le kellett nyugodnia, és hirtelen egy gondolat szaladt végig az elméjén. Nem az én hibám, hogy Tom meghalt. Megérdemelte a halált. Ettől jobban érezte magát, és a vétkessége is elhomályosodott. Helen ijesztően mosolygott. Tom megkapta a büntetését. Szerintem itt az ideje, hogy mások is megkapják, ugye? A sírása a sötétben nevetésé változott. Helen osztálytársai eldöntötték, hogy rendeznek egy bulit Halloweenkor. De nem azért, hogy a Halloweent ünnepeljék, hanem azért, hogy a barátaik eljöjjenek egy buliba. Természetesen Helent nem hívták meg. A Halloween előtti estén Judy és Maggie Facebookon cseteltek. Mindketten kollégisták voltak, és Judy szobájába Maggie szobája mellett volt. 9 óra 3 perc, Judy. Kik fognak eljönni holnapi buliba? Már annyira izgulok. Maggie. Az osztályok többsége ott lesz. De már annyiszor írtam bennek, én semmelyik üzenetre nem válaszolt. Mi az ördög van vele? Judy. Azt hiszem dolgozik. Maggie. Valami furcsa történik. Már egy ideje lépteket hallok, amik az ajtón felől jöttek. Szerintem valaki járkál a kollégiumban. Megi. Várj, megnézem. Az ajtón lévő lyukon kinézett Megi, de valami szokatlant látott. Megi. Te jó ég! Egy srác van odakint, aki egy maszkot és két jacket visel. Kés van nála. És tiszta vér! Bazd meg, kopog az ajtómon. Megi. Istenem, Istenem! Judy. Nyugodj meg! És keress egy fegyvert vagy valamit. Védd meg magad. Megi. A kilincset forgatja, szerencsére bezártam. Félek. Megi. Mit tegyek? Judy. Megi, figyelj! Megi. Ments meg! Judy. Megi, nyugodj meg! Megi, 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 itt vagy! Az üzenetet elolvasták. De Judy nem látja Megi válaszát. Hirtelen Judy meghallotta a szoba ajtajának nyikorgását. Mihelyest hátrafordult, a szörnyű fájdalmat érzett a gyomrában. Egy véres ember, aki egy maszkot és kék jacket viselt, betört a szobába és leszúrta a lányt. Aznap este mindegyik diákot, akik a kollégiumban voltak, megöltek. Senki nem tudja, hogy végzett velük a gyilkos. A gyilkos az áldozatok vérével festett a kollégium falára. A legtöbb festmény egy arcot ábrázolt. A legtöbb holttestet összevagdalták és össze... zúzták. Így ezért lehetséges volt több festéket szerezni. Helen Otisza tettes, és jelenleg nem tudnak semmit a hollétéről. Habár a cseten, ahol Judy és Maggie cseteltek egymással, egy üzenetet írtak, ami Judy első üzenetére ad választ. 11 óra 15. Judy, ne izgulj holnap miatt, mert nem lesz holnap.